Ilyen hangosan jelez a szénmonoxid érzékelő, ha a veszélyes gázzal megtelik a szoba. A speciális riasztó még pirosan is villog, így figyelmeztet pluszba. A fűtésszezon előtti felkészüléshez az eszköz beszerzése is hozzátartozik. Az általunk megkérdezett eladó szerint a készülék beszerelése életet is menthet. Életmegőrző feladata van. Ugye tudjuk azt, hogy sajnos a vásárlási szokások azok olyanok, hogyha történik valami, akár az országban, akár a közvetlen környezetünkben, gondolok itt egy drámára, mindenki akkor jön, hogy Józsikán van-e szénmonoxid érzékelőtök, mert akkor gondolja azt, hogy erre szükség van. Nem, ezt a fűtési szezon előtt, amikor hívom a gázszerelőt, hogy nézze át a rendszeremet, akkor a gázszerelőnek is felelősség, hogy felhívja rá a figyelmet, hogy legyen egy ilyen is, nem egy nagyon nagy beruházás ez az egész. Szénmonoxid akkor keletkezik, ha a nyílt égésterű fűtőberendezés elhasználja az oxigént, és nincs belőle utánpótlás. A veszélyes gáz évente tucatnyi életet követelhet. Lefekvéshez készülődik a család, a téli estén a fűtést is felcsavarják, az éjszaka közepén riasztásra ébrednek a szülők, a szénmonoxid miatt sípol a jelző. A katasztrófavédelem ezzel a videóval hívja fel a figyelmet arra, hogy a baj megelőzhető, ha az érzékelő szabályos és jól működik. Fontos az, hogy beszereltessünk, illetve ajánlott beszereltetni szénmonoxid érzékelőt. Vannak jó, illetve rossz minőségűek. Mind a kettőnek a listáját szintén megtalálják a katasztrófavédelemnek a honlapján, és az is nagyon fontos, hogy ezek megfelelően legyenek beszerelve. Jó, hogyha szakemberre bízzuk ezt is. Van olyan készülék, amelynek az akkumulátora 10 évet is kibír, ez idő alatt mindössze párszor kell rajta tesztüzemet lefuttatni.